Kisbodakot nagyon szeretem. Tehát hiába vagyok ásványrárói, azt gondolom, hogy az egész sziget köz egy érték. Május-június környékén már biztosan számíthatunk arra, hogy Kisbodak megelevenedik, ugyanis az aktív turizmus szerelmesei biztos, hogy itt vannak az aktív családi napon, amelyet most már harmadik éve szerveznek a Naturpark Egyesülettel közösen. Megkérjük miniszter urat, hogy a tipolti kisiskolásokkal közösen indítsuk ezt a rendezvényt, mutassuk meg, hogy mekkorát szólunk. Polgármesternek tudni kell értékelni a másik településen lévő eseményeket. Ha teheti, vegyen részt a rendezvényen. Tapasztalás nagyon jó, információgyűjtésnek nagyon jó, élménynek is nagyon jó. Immár harmadik éve tartjuk ezt a rendezvényt itt Kisbodakon, és egyre nagyobb érdeklődés van. És én nagyon örülök. Kisbodak és a térség nagyon szép. Szigetköz. Szigetköz igazi szépsége itt van. Itt is itt van. Hátom mögött ez a gyönyörű ágrendszer. Tehát létjogosultságát az adja, hogy van mit megnézni. Van, amiben lehet gyönyörködni, ahol jól lehet érezni magunkat. Itt egy olyan naturparki találkozón vagyunk, ahol a természet személyesen is megtapasztalható. Én azt gondolom, hogy nagyon színes látnivaló, nagyon sok növény és állatvilág, illetve nagyon kedves emberek, szigetközi emberek, amiért érdemes ide eljönni. Először vagytok ezen a rendezvényen? Mi a párommal most már másodjára, de így még 4 főt beszerveztünk, hogy ők is élvezzék ezt a remek szervezést és programsorozatot. Szigetköznek kimeríthetetlenek az értékei. Tehát innen közel 400 méterre óránként 60 ember száll vízre, az emberek közelharcot folytatnak a kenyérlángosra, a gyerekek itt játszanak mellettünk, ide hozza a szél a halászlé illatát. Tehát én azt gondolom, hogy minden megvan, amit szerettünk volna. Egy nagyon-nagyon jó közösséggel látszik, hogy harmadjára már kifejezetten kifortom magát ez a rendezvény. Annak innen a hagyományteremtés volt a cél. És azt gondolom, hogy ez így is fog maradni. A bornak is kell a cégére, ráadásul a jó bornak, hát akkor természetesen a tájnak is kell. És meg kell találnunk azt az egyensúlyt, ahol még élhetőek maradunk, ahol még a magunk nyugalmát, biztonságát meg tudjuk őrizni, viszont meg tudjuk mutatni a lehető legtöbb embernek. És ez az szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen oly csoda, olyan egyedi és megismételhetetlen, ami sehol máshol nem pótolható. Ez úgy gondolom, hogy egy teljesen különleges rendezvény, ezért csatlakoztunk hozzá. Tulajdonképpen itt a szigetköz bemutatása a cél, ugye a szigetközi sportoknak a bemutatása, az aktív részvétel a szigetközbe, és a turistáknak a bevonzása a fő cél ennél a rendezvényrél. És mint szigetközi szatyor, ugye nyilván mi is szeretnénk egy turisztikai látványosság lenni, nagyon fontos lenne, hogy minél több turista megismerje a szigetközi szatyrot, és eljön ide a környékre, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy megjelenjünk. Mi több mint 60-an érkeztünk Győrből. A szigetközi falvakból is voltak, akik becsatlakoztak a túránkhoz, úgyhogy ez külön öröm volt, hogy így tudtuk az embereket még tovább hozni errefelé. Egy olyan családi hangulatban vagyunk, és nem tudom, hogy a kamera mennyire nézett körbe, de pici kisgyerekektől idősekig. Én 85 évessel is beszéltem, aki ment túrázni, tehát annál csodálatosabbat, hogy nem 26 rock együttes van mögöttünk, hanem itt vagyunk, kint, főzünk, beszélgetünk, bicikliznek, figyelünk egymásra, hát ennél csodálatosabbat nem lehet elképzelni. Lehet, hogy ön azt nézi, hogy ömlik rólam a víz, de ez azért van, mert 110 adagot főztünk le most árpival a halászléből, és ez klasszikus, tehát az itteni típusú halászlé, minden benne van, ponty,
és hát olyan szinten jött a tömeg, hogy itt nem lehet megállni, hanem még én kérnék egy kicsit, még egy kanalat, még legyen egy kis kenyeret, hogy most osztunk. Hát nincsen ilyen nagyobb boldogság. Hiába vagyunk egy természeti kapocs és régió, ettől függetlenül minden településnek van saját értéke, tehát mindenki megmutatkozhat valamivel. Én úgy gondolom, hogy Kisbodak is valamiért megmutatja magát. Na, ezért irigykedek egy kicsit a kisebb létszámú településekre, mert azt gondolom, hogy nagyon erős a közösségépítő ereje. Az, hogy ide került ez a nagyobb rendezvény, azt gondolom, hogy nem baj. Nekik sem baj, de ha bátrak vagyunk, akkor a nagyobb települések is azt mondják, hogy nem baj. Mert rajtuk keresztül attól mi is kapunk ajándékot. Merni kell menni előre, és meg kell találja minden település azt az önazonos rendezvényét, amellyel vendégeket hívhat, amit kitehet a kirakatba, amivel olyat tud alkotni, ami egyedi, a saját magának valhatja, és a legtöbb ember azt tudja mondani, hogy én tudok azonosulni ezzel. Büszke vagyok, boldog vagyok, hogy Szigetközi vagyok.